Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt kongresszus, kedves barátaim! Köszönöm a meghívást és lehetőséget, hogy elsőként szólhatok a Fidesz Magyar Polgári Párt kongresszusán. Párton kívüliként, mégis a politikai szellemi közösséghez tartozóként úgy érzem, hogy ez a megtiszteltetés Budapestnek, a nemzet fővárosának és minden budapestinek szól. Szeretnék ez alkalommal egyszerű szavakkal köszönetet mondani a Fidesznek, amiért érdemesnek tartott rá, hogy 23 éve valamennyi választáson támogatását biztosítsa számomra. Ha számadást készítünk a magunk mögött hagyott időszakról, kijelenthetem, hogy az elmúlt évek során nem könnyen induló, ám erős és közvetlen kapcsolat fejlődött mind a kormány által irányított minisztériumok, hivatalok, mind a budapesti Fidesz frakció és a Városháza között. Tagadhatatlan, nem mindenki örül ennek. Nem is régen, amikor új Mercedes buszokat adtunk át, a miniszterelnök úrral együtt utaztunk a helyszínre, és szót váltottunk némely híresebb épület hányatott sorsáról. Egyes baloldali kritikusok zokon vették ezt. Azt felejtették el, azzal foglalkoztunk, mit kellene tenni a már-már romossá vált értékes műemléki házakkal, melyeket a 20 évig itt regnáló szocialista, szélső liberális hatalmi konglomerátum hagyott ránk, illetve még ha csak ránk hagyta volna, de értékükhöz képest fillérekért dobta prédául. Budapesten a kormányváltást megelőzően 5x4 elrontott év pergett le. Az amúgy is elmaradásban lévő közlekedés, úthálózat, a közterek helyzete, a múlt hagyatéka az említett két évtized után kritikussá vált. 2010 tavaszán egyes klubokban egyenesen fogadásokat lehetett kötni arra, hogy mikor omlik össze a városi közlekedés. Tizenvalahány évvel ezelőtt, egy nyílt színi budai gyilkosság után Horn Gyula, akkori miniszterelnök azt mondta belügyminiszterének, hogy ami itt van, az minden, csak nem közbiztonság. Igaza volt. Egymást követték a robbantások, a véres utcai jelenetek. A rendszerváltás után 16 évvel, 2006 őszén, az 1956-os forradalom emlékét meggyalázva Budapest utcáin békés magyarokkal szembeni véres megtorlást tanúi lehettünk. Felidézhetjük azt is, hogy a 2010 előtti Magyarországon szinte intézményesített formában folytak pénzügyi visszaélések, melyek egyik főhelyszíne Budapest volt, és volt idő, hogy megszokott esemény számba ment, ha egy-egy fővárosi cég valamelyik vezetője zárkában kötött ki. Ma más a helyzet. Ha új Budapest feliratú buszok forgalomba helyezése, vagy a rémálomszerű 4-es metró rendbetétele közben arról is elmélkedhetünk már, hogy mi legyen sorsukra hagyott értékes épületekkel, joggal hihetjük, hogy jó úton járunk, és köszönettel tartozunk azért, hogy idáig eljutottunk. Most, amikor újra választás közeledik, és el kell majd dönteni, szeretnénk-e, hogy a lidérces évek új köntösben visszatérjenek? Szeretnénk-e, hogy csúnyán leszerepelt arcok képmutató módon új alternatívaként lopakodjanak vissza, mint a báránybőrbe bújt farkas, vagy inkább kitartunk 4 évvel ezelőtti elhatározásunk mellett, és folytatjuk a nehéz, de racionális és nemzeti fejlődéshez vezető utat? Biztos vagyok benne, hogy a magyar nép többsége ez utóbbi mellett áll, és újra bizalmat szavaz majd az Orbán Viktor vezette nemzeti kormánynak és a Fidesznek. Tisztelt kongresszus! Ma az a közös akarat vezet bennünket, hogy Budapest távlata az erős Magyarország, és Magyarország távlata az erős Budapest. Főváros egy van, és az országnak, egy nemzeti kormánynak szüksége van rangos fővárosra, amelyen reprezentálhat a világban, amelyiknek bátran hátat is merhet fordítani, ha a figyelme épp másfelé irányul. Nincs nézetkülönbség abban, hogy mi az alapvető viszony. Nem Budapestnek van országa, ahogyan egykor a szocialista liberális vezetők képzelték, hanem Budapest a mi Magyarországunk fővárosa és a kormány stabil szövetségese.
Szerencsére már nem a múlt... Szerencsére már nem a múlttól kell félni, hanem a jövőben lehet és kell bízni. Ennek alapjait építettük az elmúlt években. Nehéz és keserves idők állnak mögöttünk. A gyorsan zajló világ naponta állít olyan próbák elé bennünket, melyeknek negatívak az előzményei. Gyakran érezzük, hogy szinte mobil gátként kell állnunk az európai Duna partján, de az ár nem sodort el bennünket, sem a kormányt, sem a városvezetést. A megkezdődött építés jellemző példájaként említhetjük, hogy ma Budapesten már több mint 20 nagy beruházást készítettünk elő, és tekintélyes részük esetében bírjuk a kormány támogatását, sőt többet de facto is elindítottunk közülük. A tavasszal a kormánnyal aláírt Budapest 21 megállapodás szép reményekre jogosít fel. Kedves barátaim, az budapesti utcák gyakran a különböző politikai akaratok kifejezésének színhelyei is. Itt az ország szívében mutatkozott meg a polgári Magyarország ereje a békemenetben. Itt zajlottak és zajlanak is ellenfeleink türelmetlen, sőt tolakodó akciói és rendezvényei, melyeket példamutató körültekintéssel, türelemmel kell fogadnunk. Nem számítottunk könnyű évekre, és nem ígérhetünk könnyelműen a jövőre tekintve sem. A jövő Magyarországának és a jövő Budapestjének építése elkezdődött bár, de még nem fejeződött be. Értékeljük és vonjuk le közös munkánk tapasztalatait. Javítsunk is, ahol kell és szükséges. Az új alkotmány és a sarkalatos törvények módosítása, a közképviseletek arányainak létszámának korrekciója alapvetően kiállták a próbát, de némely intézményi kiigazítás még hátra van. Egyeseket olyan szempontból is érdemes áttekinteni, hogy azt az eredményt hozták-e, amit vártunk, reméltünk tőle. Dolgunkat az is nehezíti, hogy a munkát gyakran zaklatott nemzetközi körülmények között kell végeznünk. Nem könnyű elfogadtatni és megértetni azt sem, hogy 2010-ben olyan körülmények közé érkeztünk, ahol évtizeden át szálirány ellen fésülték a történelmet. A fagyos kelet, ahogyan a térséget még 3 évtizeddel ezelőtt nevezték a kontinens belsejében élők, már a szövetséges lett, és bizonyos, hogy növekvő szerep vár rá a nehéz időket élő Európában. Az eltelt kormányzati időszak egyik nagy erényének tarthatjuk, hogy a Fidesz-KDNP kormány képes volt mindenki számára érthető üzeneteket küldeni erről a bonyolult viszonyrendszerről. Az egyszerű vazallusnak ajánlkozók és az euroszkeptikusok egyaránt tudhatják. A mi álláspontunk az, hogy a közös úton haladunk, ismerjük a szabályrendszert, de a járművet, annak sebességét, a gyorsítósáv, illetve a parkolók igénybevételét magunk akarjuk és fogjuk meghatározni. Tisztelt kongresszus! A változó világ zaklatottan vonul át Budapesten is. A korábbi túlköltekezés miatt ma csökkenő lehetőségek mellett tartjuk fenn az elmúlt 2 évtizedben sajátos demokrácia értelmezés szerint működtetett kultúrát, óvjuk történelmi értékeinket. Javítjuk általában is a hibákat föld alatt, földfelszínen és a vizen, konkrétan a Dunán, továbbá keressük az új lehetőségeket. Gyakran tapasztaljuk, hogy bár nyilvánvalóan türelemre lenne szükség, de ennek lehetősége már véges. Folytonos a változás. A lakosság összetétele az évek során folyamatosan változik. Régen a fiatal nemzedékek jöttek Budapestre munkát, megélhetést keresni. Ma ugyan sokan dolgoznak a fővárosban, de lakni szinte tömegesen költöztek ki a környező agglomerációba. Ugyanakkor sokan a 70-es, 80-as évek fiataljai közül, az én nemzedékem itt él, zömében a lakótelepeken. A várost fenyegeti az előregedés, amivel szembe kell nézni. Az elmúlt 2 évtizedben az amúgy is megoldatlan városszerkezeti problémák, kényszerek mellé újabbak kerültek. Nincs harmónia a különböző városrészek köz sem. A korábbi városvezetés idején az egyes kerületi centrumok szerepe túl hangsúlyos volt, amit az élet nem igazolt, és különösen a gyorsan fejlődő és színesedő belváros mára felülírta a korábbi víziókat. A város fejlődésének számos új lehetőségét kell még feltárnunk, mert minden gazdagodás és tapasztalat közös kincsünké válhat.
Kedves és tisztelt barátaim, Budapest szellemi rangja régi hagyományai alapján méltán európai. Budapest még Nagy Magyarország idején sem volt behelyettesíthető, és ez a város nem csak a miénk, budapestieké, hanem az önöké, mindannyiunké, minden magyar emberé. Tekintsék is magukénak, kérem, ne pedig idegennek. Budapesten, ahogy Kosztolányi írta, kék és forró az éjszaka, és lép eléd a régi váru Óbuda. Én, mint a régi város, az óváros szülötte, mint ősbudapesti Kosztolányival kánonban hozzáteszem, és mindenkinek nyíljanak az Üllői úti fák. Adi azt írta, nekem egy városom van. Ne feledjük, a világ egyik legszebb adottságú városa. Az ő bús, reménykedő Budapestje mindig rohant tovább, hol erre, hol arra. Egészen a mai korig. Nemrég volt úgy, hogy az épp aktuális városvezetés és az épp regnáló kormány nem egy irányba rángatta a hámot. Akkor sem, ha egyszínűek voltak. Megsínylette Budapest. A Fidesz-KDNP kormánya és a városvezetés most egyesítette erőit. Az élhetőbb főváros már közelebb van, de még nem értünk oda. Ne hagyjuk ki a lehetőséget. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és a kongresszusnak jó munkát kívánok.